Hát az első számú az a paradigmaváltás, ugye, hogy az önálló állami Magyar Tudományegyetem létrehozásának a logikájáról 2000. évben váltottunk, és az önálló magyar, mindegy, hogy milyen struktúrájú egyetem létrehozása mellett döntöttek az akkori alapítók. Kettő, az alapítás, ugye az, hogy 2000-ben létrejött az alapítvány, és 2001-ben létrejött az egyetemen az oktatás. Három, fontos mérföldkő az, hogy ezáltal gyakorlatilag létrejött szélesebb mértékben és léptékben a székelyföldi magyar nyelvű oktatás. Négy, a mérnökképzés, mint egy önálló struktúra Marosvásárhely és Csíkszereda tengelyen, ugye az automatizálástól az élelmiszer mérnöki szakokig. 5. 2012 Szapienci Egyetem akkreditációja, gyakorlatilag ezáltal részesévé vált a romániai nemzeti felsőoktatási rendszernek. És hát 2020, ezzel zárom, amikor, ha néhány statisztikai adatra nézünk, akkor a 20 esztendő alatt a Szapiencia Románia 100 darab jegyzett intézményéből a 20. helyre verekedte magát, és hát én bízom benne, hogy az elkövetkező 20 esztendő az újabb 20 helyhez is elegendő lehet. Milyen körülmények között és vajon mikor indulhat be az orvosképzés a Szapiencián? A Szapiencia ebben a pillanatban ehhez a kérdéshez, ami nyilván nem az ő stratégiájának a részét képezi, nem az ő hatáskörében van, nem is képezi jelen pillanatban az intézmény operatív teendőinek részét, egy dolgot tud itt és most mondani, hogy nyilvánvalóan mindenre kész és mindent hozzátesz, ami ezt a kérdést végre valahára megnyugtatva rendezi. Tehát a magyar nyelvű erdélyi orvosképzésnek az ügyét, ha bármiben a Szapiencia előbbre tudja vinni. Akár külső, akár aktív, akár bármilyen szereplőként, abban a Szapiencia biztos, hogy részt kíván vállalni. Bejelentette, hogy egyetemi konzorcium van kialakulóban, részletezni? Igen, van egy tervezési folyamat, és nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy szeptemberben a három érintett intézmény, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Protestáns Teológiai Intézet és a Szapiencia Egyetem szenátusai azt a dokumentumot, amit itt a nyár leple alatt a szóban forgó intézmények vezetőivel készítgettünk elő. Nos, hogy ezt a szenátusok meg fogják szavazni, élni kívánunk, tehát a romániai konzorcium törvény adta lehetőségekkel, és formálisan is, jogi értelemben is szövetségre lépni. Ezt kívánják meg szakmai, közösségi, érdekérvényesítő céljaink, és ezért gondoltuk, hogy ez egy ilyen tervezésnek el kell indulni. Mi lenne a lényege? Hát pontosan ezek, amiket mondottam ugye az imént, az előzőekben. Tehát ugye, ha a számokra lefordítom, akkor ebben a három intézményben tanul ma körülbelül 3500 erdélyi magyar diák. Ha ezt közösen képviseljük egy ilyen konzorciumban, nyilván ez már egy sokkal nagyobb súlyt tud jelenteni összességében is, és a romániai magyar felsőoktatásban. De úgy szintén, mivel mindhárom intézmény esetében napirenden van a doktoriskoláknak például a létrehozása, közösen ezeket az úgynevezett josszúdokat, a doktorképzést végző akkreditált intézményeket úgy szintén valószínűleg, hogy hatékonyabban és akár financiálisan is optimálisabb keretek között tudnánk létrehozni. És hát végül is ugye egy olyan állapotot szentesítene ez a konzorcium jogi értelemben is, ami fennáll itt és most, hisz együttműködünk a három intézmény, egy töről fakadunk, ha úgy tetszik, és egy struktúrában működünk.